hát így a záró körre akkor mindenkit a délutánban is köszöntünk szeretettel. Akkor azért gyorsan gondolom, bár mindenki majd, hogy nem mindenkit ismer, azért én gyorsan bemutatom a kerekasztal résztvevőit. Mellettem Liberman Márta, aktivista, blogger és hívnagymama, ez igaz? Ezt, mama? Ez a védjegyed? Na, akkor majd ezt Kovács Virág, az Alternatíva Alapítvány, hát nem sokára kuratóriumi elnöke, Kardos Tamás a TASZ-tól, illetve Sárosi Péter a Jogriporter Alapítványtól, én pedig Müller Dóra vagyok, aki szintén az Alternatíva Alapítvány kurátora vagyok, és egyébként pedig újságíró, de igazából én fogok itt a legkevesebbet beszélni, és azt szeretném, hogyha... Ha egy kicsit azt próbálnánk meg körbejárni, hogy ugye ma délelőtt arról, hogy mi történt ebben a projektben, ami közben elvégeztétek a szűréseket, nyilván 100 meg 100 és 1000 meg 1000 tanulságot és tényt lehetett megismerni, de hát egyrészt, hogy mindez akkor hova mutat, illetve hát azok az alapítványok, illetve magánszemély, akik itt a kerekasztalnál ülnek, hogyan látják, hogyan integrálható ez egyrészt a saját munkájukba, illetve mindaz, ami itt kiderült, az hogyan vihető tovább, és melyik alapítvány, illetve te Márta, hogyan tudsz ezzel a továbbiakban dolgozni, illetve hát ennek mi a jövő, és ugye az volt a másik nagyon fontos kérés, hogy lehetőség szerint próbáljunk meg hát pozitívan nézni a jövőbe, hogyha lehet. Akkor menjünk, Márta. Tehát Liberman Márta vagyok, 16 éve vagyok, illetve 16 éve tudom magamról, hogy HIV pozitív vagyok, és hát nyilván átmentem mindazon a problémán, amin egy HIV pozitív személy át tud esni. Viszont rengeteg segítséget kaptam, és megtanultam azt is, hogy mennyire jó az, hogyha az embernek segítenek, elsősorban természetesen a sorstársak, hiszen ők tudnak igazán hitelesen segíteni. És hát mivel pedagógus vagyok, ezért rájöttem arra, hogy ezt én is nagyon jól tudom csinálni, hatékony vagyok ezen a területen, és kezdetben a sorstársaimnak segítettem, persze elsősorban a nőknek, hiszen velük tudom igazán megtalálni a hangot, aztán persze később a meleg fiúknak is tudtam a segítségére lenni. Aztán később elkezdtem foglalkozni, kiléptem ebből a körből, és prevenciós előadásokat tartok, foglalkozásokat inkább így mondanám, az ország minden területén, iskolákban, és ahol ugye tudom, hogy amit a Tamás is mondott itt, hogy a célcsoportnak a kiválasztása, ezek a középiskolás fiatalok nagy valószínűséggel nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy HIV pozitívak legyenek. Viszont nagyon jól lehet foglalkozni velük olyan kérdésekkel, hogy stigmatizáció, elfogadás, és ebbe viszont nagyon-nagyon nagy eredményeket tudok elérni. Másrésztről orvos továbbképzéseken, orvosegyetemeken tartok előadásokat, elsősorban arról, hogy milyen HIV-vel élni, mert az egészségügyben azért annyira nincsenek tisztában ezzel, hogy mit is jelent számunkra ez a HIV pozitivitás. És hát egyéb, tehát bárhova, rendezvényekre elmegyek, ahova hívnak, és foglalkozom minden témával, ami a HIV pozitivitással kapcsolatos. Sajnos az érintettek egyesülete, a plusz egyesület ma már nincsen, ezért vagyok kénytelen tulajdonképpen egy személyes intézményként ezzel foglalkozni. És hát ugye mondtam, hogy az a védjegyem, hogy én vagyok a HIV pozitív nagymama. Ez valamikor régen egyszer egy szinapszison jött, hogy mit írjanak a nevem mellé, hogy ki vagyok én, és akkor találtam ki ezt a HIV pozitív nagymamát. Ennek megfelelően nyilvánosan megjelenik a Facebook oldalam, ami most már egy ideje nem annyira működik, mert elég sok más problémám volt.
ez a HIV pozitív nagymama néven van Facebook oldalam, és az e-mail címem is ez, hivpozitivnagymama@gmail.com. Ezt azért szoktam mindig elmondani, mert hogyha valahol valakinek szüksége lenne arra, hogy egy HIV pozitív személy részt vegyen valami rendezvényen, és tudok valami pozitív dolgot csinálni, akkor nagyon szívesen megyek bárhová. Most én a Berecki Tamás helyett vagyok, de hát nyilván az ő nevében egyértelműen nem tudok nyilatkozni, viszont mi nagyon sok mindenben, sőt szinte mindenben egyetértünk. Úgyhogy ennek alapján azt kell, hogy mondjam, hogy a maga a konferencia számomra egy fantasztikus élmény volt, és mivel valóban úgy látjuk, hogy a megelőzés a legfontosabb ebben a kérdésben, én azt hiszem, hogy elérte a célját ez a projekt, mert olyan módszereket mutatott, olyan utat mutatott, amit szerintem abszolút követendő példa lenne, és jó lenne, hogyha tényleg. Igen? Tekintetében kérdeztem a segítséget, hogy most itt gyorsan levirágyzunk a de hogyan is? Majd kitaláljuk. Alapvetően mindig megtaláljuk a megfelelő módot arra, hogy milyen módon tudok én valamiben segíteni. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani. Akkor majd most adjuk tovább, és jó. Akkor úgyis nyilván fel fog merülni még néhány olyan kérdés, amikor... Hát akkor Virág. Mi volt a kérdés, hogy hogyan tovább? Hát egyrészt hogyan tovább, és hogyan együtt tovább. Hát mindenkivel, akik most itt a kerekasztal mellett ülnek, illetve hát... Hát azért ez szerintem egy nagyon fárasztó projekt volt, nézek ki Torsira és Ramira, akikkel ilyen nem alvó szakaszainkban. Ja, Rami, ott voltál az előbb. Hello. Jó, na, igen. Szóval hogy azért itt voltak ilyen nagyon, nagyon kemény bukkanók szerintem ebben a projektben, meg nagyon, nagyon sok tanulság, de hogy én próbálok mindig ilyen pozitív szemléletű ember lenni, és hogy szerintem tök jó ilyen kapcsolódások, hogy tényleg a Mártával most a héten találkoztunk először egy cukrászdába, és akkor így nagyon jól egymásra hangolódtunk, és az előbb már arról beszéltünk, hogy akkor ezt hogy lehet szorosabbra fűzni, vagy tehát a miskolci kollégákat is, Cikét már ismertem, tehát hogy így Baptikat is, tehát hogy ilyen tök jó együttműködések, kezdemények megvalósult, tehát hogy már ilyen nagyon működők is, meg szerintem nagyon jónak tűnő kezdemények vannak. Utána ezt akartam mondani, igen. Amikor írtuk a pályázatot, ott volt egy kis gigszer, mi azért alapvetően beleírtuk, hogy akreditáltatjuk ezt a starter kithez és a hozzá köthető úti könyvet. Annyira jó, hogy véletlenül kiszedtük a pályázatból, mert hogy ezt már meg kellett volna adni akkor március 31-én, azt hiszem, de hogy ez most tök jó, hogy nem kellett. De hogy van egy ilyen tervünk, hogy most egy kicsit pihenünk, meg elszámolunk, és aztán egy akreditált képzést szeretnénk ebből csinálni, és nem vagyunk Szabó Rékának a konkurenciája szerint. A Marcsival erről beszélgettem. Szóval, hogy ebből is tud lenni egy együttműködés, mert ugye Réka most, bocs, hogy így megszólítottanak, de hogy ti most csináltok ilyen tréningeket, például holnap is. És akkor így a Dudás Máriával erről beszéltünk telefonon, Anna javaslatára, hogy mondjam el már neki, hogy mi mit akarunk, és akkor elmondtam neki, hogy nem tudom, tudod-e, de hogy ezt akarjuk, és mondta, hogy ő is ezt akar, akreditált tréninget szeretnénk, nálam egy kicsit a kattanás az a szexedukációs része, mert hogy azért így a többségi társadalomban nem az látszik, hogy erről tudunk így lazán beszélgetni, és ha nem tudunk erről lazán beszélgetni, akkor tanácsot adni sem tudunk, hogyha mindegy, hogy ki pirul jobban, de ha bárki pirul abban a szituációban, akkor az nem tud hatékony lenni. Ugye az alapítványnak van, nem tudom, 6 dildónk van, sok. Tehát, hogy dildó alapítvány vagyunk, mert hogy például nagyon fontos, és én ezt teszteltem hetero pasikon még nem, meleg fiúkon, meg lányokon is teszteltem, hogy fel tudják-e húzni az óvszert, és nem tudják. És aztán el is mondják, hogy nem tudják, és el is mondják, hogy én zavarban vagyok, hogyha vennem kell, úgy, hogy inkább gumi nélkül dugok. Ez tökre nem jó. Tehát ezzel így foglalkozni kell, és hogy szeretnénk terjeszteni az igét, és nagyon gazdagok lenni majd a kis villogó starter kites csomagunkkal, aminek a
hanyadik, ez volt a negyedik verziója, és aztán a következő lesz a második, hogyha így a Star Wars-ra hajazunk. Tehát ezt szeretnénk. Köszönöm. Akkor a fő kérdés, hogy hogyan látjuk a jövőt, a együttműködést? Hát meg, hogy ti a TASZ-ban tudjuk, hogy van egy számos ehhez, vagy hát közelítő projekt, most éppen mik vannak a jövőben, mik vannak a jelenben, és hát mi a közelítés. A TASZ ugye általában az ártalomcsökkentés felől közelíti általában a HIV prevenciót és ezeket a ma tárgyalt kérdéseket. És én azt látom, hogy a civilek felől az összefogásban nincs igazából hiány. Amikor ez előkerül, akkor az általában a félelem miatt szokott, és az szerintem az nagyon rossz, hogyha elkezdünk félni attól, hogy kit milyen szankció érhet amiatt, hogy milyen tevékenységeket próbál folytatni, de sajnos azt látjuk, hogy ennek van realitása. Hát, hogy nem mindig alaptalanok ezek a félelmek, de hogy nyilván, hogyha össze tudunk fogni, a civil társadalom úgy lehet eredményeket elérni. Tehát nem tudom, azt tudom javasolni, hogyha bárkiben bármilyen félelem merülne fel, akkor nem tudom, közösen próbáljuk így civilekként ezeket értékelni ahelyett, hogy nem tudom. Tehát általában az ártalomcsökkentéssel kapcsolatban, ami egy ilyen fő félelem mostanában, hogy egyáltalán ki lehet ejteni azt a szót, hogy tűcsere, és hogy nagyon körül kell leírnunk ezeket a szolgáltatásokat ahhoz, hogy tényleg tudjunk erről beszélni. Én azt gondolnám, hogy merjük kiejteni azokat a szavakat, amilyen tevékenységeket akarunk folytatni. Erre buzdítanék mindenkit. És hát ugye a jövővel tekintetben most ezt nagyon jónak találom, hogy vannak ezek a projektek, amiről beszámolt az OTH és az OEC, és bízom benne, hogy ezek a szervezetek nem fognak eltűnni, mert ugye erről is volt szó, hogy a különböző ilyen állami átalakításoknak lehet, hogy ezek az áldozatai is lehetnek ezek a szervezetek, de hogy arról is van szó ezzel párhuzamosan, hogyha bármilyen folyóprojektjük van, akkor azokat az átalakított szervezetek tovább fogják vinni, úgyhogy kicsit nehéz akár ebbe a 3 éves jövőbe is beletekinteni, de hát nem tudom, mennyire hangzott ez így eddig pozitívnak, majd még próbálom hangolni magam arra, hogy ennél pozitívabb dolgokat is tudjak mondani. Hát a mi szervezetünk, hogy nem nyújt szolgáltatást, nem vagyunk szociális ellátás szolgáltató szervezet. Mi feladatunk ebben a projektben az volt, hogy láthatóvá tegyük ezt az egész projektet, és ugye ezt elsősorban filmeken keresztül tettük meg. Volt az első filmünk, a Forró a vérem, ami azt gondolom, hogy egész szépen futott a interneten is, illetve hát az az előnye ezeknek a kis videóknak, hogy egyébként be lehet velük kerülni hagyományos médiába, tévébe is, tehát különféle tévéműsoroknak el lehet adni úgymond ezeket, mint vágóképeket vagy anyagokat, amiből aztán készülhet olyan tévéműsor, ami viszont nagyon sok embert elér az országban, és ez is volt a cél, hogy egy pillanatra megállhatok, mennyire látszik az, hogy valóban, tehát hogy a cél nemes, de mennyire van fogadókészség a másik oldalról, itt értem a médiát? Vagy szerencsére. Náluk még, vagy úgy érzed, vagy úgy érzitek, hogy ez... Hát természetesen van a médiának az a része, aminél falakba lehet ütközni, amit kimondottan mondjuk teljesen állami kontroll alatt álló média az egyáltalán nem ad ennek helyt. Ugyanakkor be lehet kerülni ezzel Hír TV-be, be lehet kerülni RTL Klubba, a TV-be, tehát azért vannak olyan tévécsatornák, rádiók, ahova azért be lehet, azt gondolom, ezekkel a témákkal kerülni. És vannak olyan, hál' Istennek, vannak olyan újságírók, akik ezt a témát már évek óta elég jól feldolgozzák, színvonalasan feldolgozzák, és velük együtt dolgozva szerintem ezt jól be lehet mutatni, mert azért ahogyan alapvetően megjelenik a médiában, ugye ez ilyen napi hírek szintjén, vagy bulvárhírek szintjén, az általában nagyon problémás. De ezek volna, igen, a
De hogyha az ember dolgozik az újságíróval, akkor lehet minőségi riportokat látni ebben a témában. Vannak kimondottan olyan újságírók, azt gondolom, akik jó munkát végeznek. És hát amit meg mi csinálunk, az ugye egyrészt terjed az interneten is, YouTube-on. Forró a vérem, igen, de hát amit mi feladatunknak tekintünk, az gyakorlatilag, hogy bemutassuk, hogy hogyan változik így a drogszcéna Magyarországon, és itt kimondottan mondjuk, mivel ugye a problémásabb része mindig a prioritás, ezért többnyire próbáljuk bemutatni mindig a legproblémásabb részét. Most ezen a projekten kívül beszélve, itt elmentünk Mátra Verebélybe, és ott forgattunk ugye a szintetikus kannabinoidoknak a fogyasztásáról az ilyen kis térségekbe, tehát ez is egy olyan téma szerintem, amivel, hogyha már a jövőről beszélünk, ezzel nagyon kellene foglalkozni, ahol ugye semmi szolgáltatás nem jut le, vagy nagyon kevés, és hát átalakult teljesen a drogpiac, és hát másrészt pedig foglalkoztunk ezzel a kimondottan ezzel az injekciós drogfogyasztói szcénának a bemutatásával, ugye már még mielőtt bezárt a Kékpont ügycsere, már akkor elkezdtük ezt így dokumentálgatni, és aztán utána bezárt, akkor volt ugye még a Szoba 8-ban című filmünk, utána készítettünk még egy filmet arról, hogy élet a tűcsere bezárása után, a 8-i körülményben, mert kimondottan az Alternatíva Alapítványnak a munkáját mutattuk be a Józsefvárosban, aztán volt ugye a Forró a vérem most, és azt ígérhetem, hogy a mi részünkről a jövőben is ezt folytatni fogjuk, mert ezt nagyon fontosnak tartjuk. Abból a szempontból is szerintem, hogy Magyarországon sok más térségbeli országhoz ellentétben nagyon kevés érintetti, olyan csoport van, ami érintetteket képvisel, azokat a csoportokat, amiket az ENSZ ugye ezeket a kulcspopulációknak szokott nevezni, HIV és hepatitis fertőzés szempontból. Ugye említetted, hogy megszűnt például a plusz egyesület, ami nagyon szinte nagyon rossz dolog, hogy nincsen egy szervezet, ami képviseli HIV pozitívokat, és hát igazából az aktív drogfogyasztókat képviselő szervezet sincsen Magyarországon, vagy akár metadon klienseket képviselő szervezet, holott azért a térségben van több ország, ahol egész jó ilyen szervezetek vannak, Macedónia, vagy akár már Ukrajnában nézzünk ott is, tehát ez nem csak nyugat-európai dolog, és ez a filmezés is más azért is jó, azt gondolom, mert megjelennek benne maguk az érintettek, itt most láthattuk ezt a kis filmet, ott is az érintettek elmondták ők mondták el, és ez szerintem ez nagyon fontos, mert ezeknek az embereknek nincs hangja. Nem hallják meg őket, vagy ha bemutatják őket, akkor többnyire ugye nagyon stigmatizáló módon mutatják be. És ezek azok a megjelenési formák, ahol egyáltalán mint emberi lények meg tudnak nyilvánulni a társadalom felé. Úgyhogy ezért is fontos, mert ebben viszont a média, a mainstream médiában soha nem tudnak sajnos megjelenni. Még azokban a riportokban se nagyon, amiket mi velünk közösen készített, ott is ugye nem igazán, tehát erre viszont nem alkalmas a mainstream média, és erre viszont szerintem az ilyen típusú filmek viszont alkalmasak, amikor egy ilyen baráti közegben tudnak megnyilvánulni. Én gondolom, hogy az internet megjelenésével azért az nagyon sokat számít, nem? Hogy csomó minden azért az interneten már sokkal inkább terjeszthető, mint hogy a mainstream médiába kelljen menni. Ez nem tudom, mennyire igaz, és itt bárkire is nézek, hogy mennyiben az a közeg, amin el lehet jutni, vagy hát nyilván utcára kell menni. Igen, nézzük a Péter először, hogy mi a... Tehát, hogy látod a... Hát mi abban... Mi abban hiszünk a kollégámmal, a Takács Pistivel, hogy mind a kettőt kell használni. Tehát, hogy vannak a videó megosztó oldalak, a YouTube, van a Facebook, a közösségi médiák, amiken keresztül most már egyre több emberre el lehet jutni. Habár ott ugye, ott is azért így néha nagyon nem tudjuk pontosan, hogy milyen algoritmusok működnek a háttérben, és kik azok, akik meghatározzák végül azt, hogy hány emberhez kijut el, meg milyen üzenetet tudsz eljuttatni. Néha kicsit olyan, mint az időjárás, tényleg nem tudjuk előre jelezni, hogy az adott filmünk mekkora közönséghez fog eljutni. Egyszerűen teljesen kiszámíthatatlan jelenleg ez az egész dolog. Azt, hogy most YouTube-on érdemes terjeszteni, vagy Facebookon, a Facebook videó is most már egyre inkább fut. De szerintem, hogyha kombinálja az ember a kettőt, tehát hogyha a videót
az anyagainkat, az üzeneteinket, akár videó, akár más, a mainstream médiában is, és közösségi médián is, akkor azt szerintem az a leghatékonyabb tud lenni. Tehát most is ugye csináltunk New Yorkban egy filmet az Angusről, amivel együtt dolgoztunk a Baló műsorával, az RTL klubban, amiben bevágtak belőle részeket, és akkor ez ugye terjed a közösségi médián is, és a mainstream médiában is tud terjedni. Tehát szerintem ez a leghatékonyabb, ha az ember mind a kettőt próbálja használni. Igazából csak egy ilyen annyi adalék, hogy én nemrég, amikor beszélgettem egy hát ilyen honlap optimalizáló, magyarul talán így lehet mondani, hogy ő mondta, hogy vannak erről kimutatások, hogy a magyar médiát azt hogy fogyasztják, és ő azt mondta, hogy a második helyen áll a YouTube. Hogyha így összevetjük az összes csatornát, és mindent, ahol bármilyen médiatartalmat lehet fogyasztani, akkor ott a YouTube az második helyen van. Igen, hát ez... Az, hogy hogyan lehet használni majd ügyesen a YouTube-ot, az lesz itt a feladat, gondolom. Hát én, igen, meg általában a közösségi médiákat. Virág, ti hogyan juttok el érintetthez? Vagy akár? Hát nem tudom, ilyen kapcsolati háló, meg véletlenek, meg... Tehát vannak, akikkel utcázunk kint a kliensek, ott az van régóta. És ez pedig utána így bővül a... Tehát igen, a Mártához például úgy jutottam el, hogy a Tamáson keresztül, a Tamáshoz meg egy blogon keresztül, tehát hogy ilyen... Meg aztán mindenki hoz még magával egy embert, ugye? Szokták mondani. De ezt most elloptam, ezt a dumát, tehát hogy így. A médián így gondolkoztam, mert én nem értek a médiához, de például most a héten megjelent a Kiskegyedben egy riport rólunk. Ott kifejezetten a Szexmunkás utca volt a fókuszban. Ez nálam így a bulvár, ugye az bulvár. Én most vettem egy ilyen újságot, de nem néztem még meg. Csak beszkeneltem a cikket a többieknek. Rajtatok keresztül kerül valami egy Kiskegyedbe, az még mindig a jobbik út, mint hogyha valaki gondol valamit annélkül, hogy... Igen, viszont akart egy újságíró pasi forgatni nálunk, tehát hogy mi azért így, ha jön ilyen sajtó, akkor vagy az önkéntes public press, önkéntesen dolgozó public presshez irányítjuk, vagy ha éppen valamiért mégsem, akkor így leülünk, és ilyen nagyon kritikusan körbekérdezgetjük, hogy ő mit szeretne. És múltkor jött egy pasi, most azért nézzünk a többiekre, mert én azóta se értem. Elhívtuk egy témünkre, nem tudom melyik internetes oldalnak szeretett volna videót forgatni szexmunkással, úgyhogy szexmunkás, persze nem látszik majd meg a fények, de megkérdeztem, hogy mi a célja, vagy mit szeretne ezzel elérni. És nem tudott rá válaszolni, hogy én mit képzelek, miért lenne célja. De mondom, valami üzenetet. Igen, és akkor így próbáltuk körbebástja, tehát hogy így körbe kérdezgetni. Mit, négyen voltunk? Igen, tehát hogy, és nem ment, tehát nekem nagyon megfájdult a végén a fejem, meg aztán úgy döntöttünk, hogy köszi, nem. Tehát, hogy nem szeretnénk, hogy negatívumot, tehát vagy igen, sztereotípia erősítő dolog legyen ebből. Most az, hogy ez hatásvadász dolog legyen, azt se szeretnénk, tehát hogy ilyenekhez nem akarunk hozzájárulni. Úgyhogy nehéz, de meg a Nők lapjával is van pozitív sztorink, ott el is jött velünk az újságíró utcázni, és akkor így csillogó szemmel rajongott ért. Szóval, hogy így... És ugye szerintem is tök jó van. És annyi, hogy én mindig, amikor jön egy újságíró, bejelentkezik, akkor megkérdezem, hogy küldjünk-e szakmai program, és akkor így küldünk nekik anyagokat, hogy akkor olvassan, és akkor mondjuk nem kérdez nagy hülyeségeket. Ha tényleg elolvasta, ha nem, akkor meg lehet tudni, hogy ez rossz lesz. Péter, mondd, csak úgy mártam neked a kapcsolatot, ha már itt tartunk a sajtóval, gondolom, hogy téged aztán, főleg egy ilyen névvel, vagy egy ilyen jelzővel, amit egy epiteton Orvencot magadnak választottál, szóval így nyilván megtalálnak.
mit tudsz rajtuk keresztül elérni, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzam azt? Az az igazság, hogy nem könnyű feladat a sajtóval kommunikálni, főleg egy ilyen területen nem, ami ennyire stigmatizál. Ugye HIV pozitivitás azért az a mai napig az egyik leginkább stigmatizáló dolog. A másik nagy nehézség az, hogy a HIV pozitívok talán mindenki másnál jobban rejtőzködnek. Tehát nem vállalnak semmilyen médiumban szerepet, nagyon kevés az, aki ezt vállalja, de ha mondjuk a Tamás az egyik, a másik meg én vagyok, de mi is válogatunk, tehát nem jelenünk meg akárhol. Ennek az oka az, hogy még egy-két évvel ezelőtt is a média leginkább a szenzációra hajtott. Tehát ez a csontsovány, elesett, éces, aki a halálán van, és tényleg semmi más célja nincs. Hát egyrészt nem, meg másrészt meg nem is voltunk hajlandók. Tehát az én történetem például pontosan azért izgatja a sajtót, mert hogy áldozatként tekintenek rám, amit én nagyon-nagyon utálok. De én nem vagyok áldozat, ezt kikérem magamnak. De én pontosan ugyanolyan HIV pozitív vagyok, mint bárki más. Hogy hogyan fertőzöttem meg, az én magánügyem. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az a dolognak, hogy sosem jut el az, amit igazán közvetíteni akarnánk, és ez most az utóbbi időben kezd változni. Tehát egyre több olyan megkeresést kapunk, ahol nem az a cél, hogy valami szenzációt közöljenek, hanem valóban azokat az értelmes célokat próbálják meg közvetíteni, amiket mi fontosnak tartunk. Tehát, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, hogy ma már a HIV pozitívok nem nincsenek halálra ítélve, hogy jó az ellátás, hogy gyógyszereket kapunk, hogy teljes életet lehet érni, hogy a HIV pozitív nők azok igenis biztonságosan szülhetnek gyereket, hogy családjuk lehet. És én úgy gondolom, hogy ez talán egy kis reményt ad arra, hogy előbb-utóbb a HIV pozitivitást is a helyén fogják kezelni. Igen. Ez, csak még ehhez is csatlakozva, szerintem ez nagyon érdekes dolog, ugye nagyon bipolárisan működik a média, hogy vagy áldozat, vagy bűnös, és akkor így... És egyébként ez majdnem minden ilyen csoportnál jellemző, tehát mondjuk a szexmunkás esetében is csak ezt a kettőt tudja elképzelni a média valakiről. Drogfogyasztás esetében is. Én például, én kimondottan nem szeretem azokat a riportokat sem, amikor ilyen könyvfakasztóan, szentimentális módon mutatnak be mondjuk drogfogyasztókat, és hogy ők a szerencsétlen áldozat, és nem tudom, én ezeket sem szeretem, a másik extrémitás. Tehát én azt szeretem, hogyha emberként mutatják be, aki esendő, gyarló emberek, akik hoztak mondjuk hibás döntéseket az életük során, de ettől még nem váltak kevesebbé, mint bármelyik más ember. Ez mondjuk ritkább. Az előtte azt akartam mondani, hogy gyakran szerintem az ilyen szociális ellátásra dolgozó szervezetek, meg az a média között gyakran van egy ilyen konfliktus, vagy amit szerintem egyébként el lehetne viszonylag gyors, hogy könnyen kerülni, hogyha megértenék egymást, ha megértenék azt, hogy teljesen más célja van, más célok mozgatnak egy médiát, mint egy mondjuk egy tűcserét, vagy egy bármilyen más szociális szolgáltatást nyújtó szervezetet. Tehát, hogy a médiában nem kell azokat a célokat keresni, amik mondjuk megvannak egy non-profit szervezetnél. Nincs ilyen. Tehát a médiának az a lényeg, hogy olyan tartalommal töltse fel a saját oldalát, amit az emberek megnéznek, ami érdekli az embereket. Ettől függetlenül vannak etikai normái az újságírásnak, de hogy alapvetően a média azért nem ugyanarról, tehát ez nem egy ilyen non-profit vállalkozás többnyire a média. Tehát, hogy, és ezt meg kell érteni egymást. Igen, mindig sztori kell a médiának, mindig arcok kellenek a médiának, és ebből fakadnak ugye problémák, amikor talán mondjuk bemutatnak olyat is, amit nem kellett volna. De szerintem egyébként a szervezetek, a civilek is felkészülhetnének jobban, meg a médiával való kapcsolattartásra. Tehát például optimális esetben szerintem egy civil szervezetnek kellene lenni olyannak, hogy kommunikációs stratégia, hogy hogyan kommunikálunk a külvilággal, ki az, aki mondjuk elmondja kifelé, a sajtó felé, ki milyen ügyekben kiszólal meg, és akkor hogyha ezek milyen üzeneteket kell elmondani,
Optimális esetben lenne persze mondjuk civilek számára médiatréning, amikor mondjuk kiképezik arra őket, hogy hogyan nyilatkozzanak, mert ennek is azért vannak szabályai. Általában az ilyen legfőbb hiba a szakmázás, amikor valaki elkezd ilyen értelmiségi hosszú dumát nyomni egy mondjuk egy videó, egy tévéhíradó interjúba, az a legrosszabb, mert akkor ugye bármit kivághat belőle utána. De ezeket szerintem tök könnyen át lehetne egyébként adni, hogy például a tévéhíradónak csak röviden, nagyon röviden, és mindig ugyanazt ismételgetni, ugyanazt az üzenetet. A riport alanyképzés egyébként, tehát, és főleg, hogy erről van szó tényleg, tehát a civil szervezeteknek meg aztán végképp, tehát, hogy bizonyos helyzetekben nyilván akár az is van, hogy mindegy, mit kérdez az újságíró, azt kell tudni elmondani, amit valamilyen módon kommunikálni kell. De arról beszéltünk, hogy legyünk nagyon pozitívak. Én 20 évvel ezelőtt körülbelül csináltam egy Drogéria című műsort, ami annak idején az nagyon meglepetésszerű volt a magyar rádióban, tehát hogy azért ez nem volt még akkoriban nagy. Tehát nagy bátorság is volt mondjuk a megbízóinktól bizonyos szempontból, hogy a közszolgálati rádióban kaptunk hetente egy órát. És bár ugyanazt mondtam, hogy pozitívak leszünk, hát ez a helyzet, ez sokat nem javult a 20 év alatt, sőt, inkább valami olyan érzésem van, mint hogyha mindig ugyanazokat az utakat kéne végigjárnunk, bizonyos időközönként, vagy folyamatosan ugyanazokat járjuk. Valamire nagyon bologattál az előbb, Virág, és... Hát a Péter, amit mondott, abban volt egy... Hát, hogy igazából a médiaképzésben mindenképpen igaza van, de hogy tehát... Ahhoz én tehát nem járulhatok hozzá, hogy a stigmára még rányomjon kettőt, menjen és keressen magának egy szexmunkást az utcán, érted? Tehát, hogy a célja az nekem ez, hogy jó, mi az üzenete annak a riportnak, mert csak van üzenete, az sincs neki. Mert most bocs, de hogy... Meg mindegy, már ezt nem jutott a neve, szóval, hogy ez egy olyan oldal, ahol tényleg csak ez a hülye bulvár, bocsánat, nem az okos, hanem a buta. És csak az, hogy az irónia ott egy kicsit szkeptikus leszek és kötözködő, de nem baj, majd ír rosszat rólunk. Hát ugye a médiára azért szokták azt mondani, hogy a médiakerekasztalán ne haragudjatok, de valószínűleg. A felkérésekről ugye szokták azt mondani, hogy ez egy olyan ingyen reklám, amit mindenképp ki kell használni, de hogy én is azt gondolom, hogyha így nagyon az látszik, hogy gyökeresen mást akarnak kihozni abból, mint amit te kommunikálni szeretnél, és nem látszik az útja annak, hogy át tud vinni az üzenetedet, akkor megköszöntöm, igen, akkor lehet ilyen döntést meghozni, de hogy... Vagy az a média munkás, akivel megvan egy jó élmény, vagy így belemondom. Bocs, jó. Ugye hát... de nem engem kell rögzíteni, hanem a kerekasztal szereplőit. Ugye egy kicsit szerettünk volna, hogyha Simics doktornő is itt van, egy kicsit arról beszélni, hogy az állam és a civilek hogyan tudnak együttműködni. Hát most az ő nem itt léte, ugye a másik oldalt nem fogjuk tudni megmutatni, de ti hogy érzitek? És akkor mindig mondogatnom kell, hogy pozitívan gondolkodjunk. Tehát, hogy láttok-e ebben lehetőséget, újra járunk-e egy utat, vagy vannak kapcsok, lehetőségek, helyzetek, miközben hát tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben van ez a szakma, hát mint megítettségében, mint támogatottságában, stb. Tehát, hogy a rémes dolgokat, azokat nagyjából jobban sejtjük. Láttok-e valami fényt valamilyen alagútban? Vagy annak közepe van vége? Vagy nagyon... Márta, nem tudom, hogy neked ez... Hát én látok, bocsánat, bármilyen meglepő, én a naív... Igen, én naív pozitivista és együttműködés párti vagyok, és hogy ez egy ilyen alap axióma bennem, tehát nem mondhatom azt, hogy nem... Szerintem mindenkivel együtt lehet működni, lehet, hogy jó, van, akivel nem működnék együtt, ez is igaz, jó? De hogy... Tehát egy csomószor a civilek, civileket úgy elítják be, hogy ez a jaj, kis szegény árva, nem vagyunk árvák, hülyének ne nézzenek, és hogy az, hogy a konferenciára például ide eljöttek döntéshozai oldalról, még ha nem is döntéseket hoznak, és hogy direkt a szakmai tudásuk érdekelt, ez azért jöttek el, mert hogy az együttműködés
Tehát azt kértem, hogy arról beszéljenek, és hogy ők is tisztában vannak vele, hogy igen, milyen bukkanók vannak mind a két részről, de hogy szóval én például ebben a két projektben, ami itt délelőtt bemutatásra került, én tökre elhiszem, hogy annak lesz értelme meg hatása. Azt, hogy miért, az lehet, hogy csak azért, mert naív vagyok, de hogy szerintem ezt nem is nagyon lehet művelni ilyen hit nélkül, mindeközben meg nem gondolom azt, hogy meg be kell húzni fülünket, farkunkat, tehát hogy ez nem ezt üti ki, mert ha nem megy szépen, akkor megy csúnyán. Csak én nem szeretném csúnyán. Ezért inkább próbálkozom a széppel egy darabig. Próbálom érteni, de jó, meg akarom is, amit mondasz. Elmondani. Nem, azért csak, hogy nyilván konkrétumot nem tudsz, és nem... Most azt, hogy én személyesen, amikor így fölkértem, akik itt akik... Tehát például az oroszi Beatrix-en a héten nagyon-nagyon sokat beszéltem telefonon. De hogy azt meg nem akarom elmondani, mert hogy az egy ilyen... De hogy az megerősített ebben, hogy igen, ez tök jól működik, de hogy az egy inkább ilyen magánbeszélgetés volt, és azért próbálok ilyen szóvirágokban, mert tehát nem szeretném elmondani. De hogy a bizalom, tudod. Jó, ja, mindenki felé megvan. Nem tudom, nekünk... Mostanában jöttek hozzánk olyan visszajelzések állami szereplőktől, meg intézményektől, mint hogyha nekünk lenne egy olyan alapállapotunk, hogy az állam az minden helyzetben az ellenség, és hogy mintha az állam nem is tudna elképzelni együttműködést velünk. Tehát ez ilyen nagyon aktuálisan mostanában vetődött fel, és ugye azon belül gondolkodunk ezen is, hogy hogyan tudunk ebből kimozdulni, és hogy mutatni azt az állam felé, hogy nekünk nem az a célunk, hogy mindig ellent mondjunk, és mindig arra mutassunk rá, hogy hol hibáznak, hanem hogy hogyan lehetne együttműködni. És hogy nem tudom, az ártamcsökkentés terén, és így kicsit azt látom, hogy talán túl sok volt, vagy túlságosan úgy mutattuk a céljainkat, meg hát általában a területnek a céljait, hogy az állam az csak úgy tudta értelmezni, hogy itt ellent mondanak neki, és nem tudom, én ezen gondolkodom, de nem látom még ezt a pontosan, hogy ezt hogyan lehetne körvonalazni, de hogy ez lenne egy a pozitív kimenetele ennek, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet úgy láttatni az állam felé, hogy meglássa benne a saját érdekét is egyfelől, másfelől meg, hogy partnerekként tudja kezelni a civileket, de hogy nem tudom, jelenleg nem igazán látom ezt a felállást, hogy pillanatra is partnerként tudnak tekinteni a területen dolgozó civilekre az állam. Persze az állam se egy ilyen arctalan massza, hanem ott is emberek vannak. Nem mindegy, hogy milyen szinten beszélünk államról, mondjuk tudom én egy ANTS, OEC, meg stb. Az is egy állam, és ott tényleg vannak elhivatott szakemberek, akik próbálnak tényleg maguk limitált lehetőségei között tényleg egy komoly szakmai munkát végezni. Akkor lesz szerintem probléma, hogyha ezt a fajta szakintézményi hátteret is elkezdik majd leépíteni. Mondjuk már is kezdték, de hogy ez ebben mondjuk elég nagy. Tehát ez az a szint, amivel mondjuk a Virág, mint alternatív alapítvány együtt tud dolgozni, mondjuk egy OEC-kel, vagy ezekkel a kormányzati vagy egy fókuszponttal, de hogy az ilyen magasabb szintű politika, ott már minden a politikáról szól. Azzal az együttműködés az szerint ott már nem arról szól, hogy most éppen kivel sikerül jóba lenni, vagy ilyesmi, hanem ott már politikai döntések alapján folynak ezek a dolgok. Tehát én abban nem hiszek egyébként, hogy ott már csak azon múlna, hogy megfelelő lobbit vagy folytasson valaki. Tehát én azt látom, hogy legmagasabb politikai szinten ez az egész kérdés, ez le van jegelve. Tudatosan politikai stratégia szinten le van jegelve ez az egész dolog. Ezt mutatja az is, hogy kiszivárgott, hogy a tűt azt nem lehet kiejteni a minisztériumi dolgozóknak, meg tudjuk ezt ezer más forrásból is. Ha más nem is kell, megnézzük a költségvetési törvényt, hogy mennyi van most 2017-re kábítószer megelőzési feladatokra beütemezve más dolgokhoz képest. Tehát
itt ezen a szinten szerintem ezzel van rekesztve. Én nem hiszek itt nagyon az együttműködésbe. Az, hogy mondjuk van ez a kábítószerügyi tanács, ami elvileg fórumot kellene biztosítson arra, hogy a kormányzati szereplők és a civilek beszéljenek erről, és hogy ennek a tanácsnak az elnöke, helyettes államtitkár egyetlen egyszer nem jelent még meg ennek a tanácsnak az ülésén. Azt gondolom, hogy ez mindent elmond. És ezzel a Berezki Tamással abszolút egyetértünk, hogy tulajdonképpen az biztos, hogy nem fog előrevinni, hogyha egymásra mutogatunk, tehát hogy azt mondjuk, hogy ez itt egy állami feladat, oldja meg az állam, ez egy egészségügyi feladat, oldja meg az egészségügy, mert abból soha semmi jó nem fog kisülni. Itt a civileknek valóban az lenne a szerepük, mint ahogyan itt is láttuk, hogy megvalósulnak bizonyos projektek, amiknek eredményei vannak, hogy a civilek mozgósítsák a saját erőforrásaikat, és próbáljanak meg olyan feladatokat ellátni, amelyeket el tudnak látni. És ebben az esetben már lehet azt mondani, hogy letettünk valamit az asztalra, ebbe meg talán segítségre lenne szükségünk, és akkor talán könnyebben lehetne a döntéshozókat meggyőzni arról, hogy ezt valamilyen módon, ezt a munkát segítsék. Én talán úgy gondolom, hogy ebben is elindult már egy nagyon pozitív változás. Azok a civilek, akik valóban tenni akarnak, azok úgy valóban elkezdtek hatékonyan működni. Egyrészt egyetértek már, mert hogy tehát szerintem, ha valaki civil, akkor pont attól civil, hogy így lobog benne valahol a tűz, és hogy így van ez az elhivatottság, ami viszi előre. Nem, de hogy az igazi civil, a többinek, aki, tehát hogy nem mindenki azt, amit akar, szíve joga, meg a lelkiismerete, de hogy nálam ez a civil, aki hát ott van benne valami plusz, és hogy ugye, mint volt kékpontos, és akkor visszamentünk mi oda a 8-ba, és nagyon fura élményeink voltak, hogy megkerestük a volt együttműködő partnereinket, hogy sziasztok, van egy csomó tesztünk, jönnénk szűrni, lehet? Hát de hogy ti a TASZ-szal működtök együtt, ti véres, milyen eseguek vagytok, olyan, tehát hogy ti megjelent, mi ti adatokat akartok publikálni, ti a volt kékpontosok vagytok, ti nem fogtok csöndbe maradni, hogy mi nem merünk veletek együtt működni, mert hogy már ez politika. 3, a 8-ban. És hogy ez egy nagyon szar érzés, hogy akkor, és mondtam is, hogy de figyeljetek, de hogy ez így nem jó, tehát nekünk össze kell fogni. És hogyha így be lehet tömni a szánkat, akkor itt mit várunk, vagy akkor ti miért vagytok civilek, hogy nem tudom, és akkor persze én vagyok a bunkó, ami lehet, hogy igaz, de hogy ebben még rosszabb az, amikor azt mondják, hogy ez a kliensek érdeke, hogy kussoljunk, bocsánat, és bekeljük ki ezt az időszakot. És akkor megkérdeztem, hogy de, hogy milyen időszakot, és mitől lesz vége, hogyha csöndben maradunk. De azért mindeközben van pár olyan civil, aki így hasonlóan gondolkozik, van pár olyan civil, aki nem olyan hangos, de hogy a kliensekkel való munkájában meg tök jó, és hogy ott is megvannak ilyen együttműködési pontok, és pontosan ezért hiszem azt, hogy én nem akarok így állammal, tehát hogy ez ilyen megfoghatatlan dolog, de hogyha igenis vannak olyan emberek bizonyos helyeken, akik hasonlóan gondolkoznak, és mondjuk igen, a belülről picit tudják így fúrni. Tehát én hiszek abban, hogy ha egy repedésbe vizet öntesz, és majd jön a jég, akkor szét fogja repeszteni, és közben megtennem kell azt, ami a feladatom, hogy ez minél kevesebb ártalommal járjon. Úgyhogy én mindenkivel együttműködnék a szívem szerint, megremélem az altalap is. Nem muszáj. De hogy igen, tök jó lenne mondjuk rendőrökkel együttműködni. Tehát Svájcban, amikor én megláttam, hogy a illegális helyen dolgozó magyar szexmunkás lány a rendőr nyakába ugrik, és ad neki 2 puszit, hogy hello, de jó, hogy itt vagy, és akkor így, aha, hogy ilyen is van, és hogy igenis van ilyen, és ezt meg lehet csinálni a 8-ba, és biztos, hogy meg is fogjuk. Az tuti. Addig élek. Jelő, nem ültél ide, és egy kicsit úgy érzem, tehát, hogy ugye
mint a tehát, hogy kicsit ilyen, hogy Budapestről beszélünk-e, vagy az egész országról beszélünk-e, teszem föl itt neked a kérdést, hogy amik itt elhangoztak, azok hogyan érezhetők? Vagy Miskolcon. Vagy Miskolcon, vagy a vidékben mi látszik mindabból, amiről itt... De maradj itt is. Hát amik itt elhangzottak, ahhoz van véleményem különben, ugye a médiával. Hát igen, azt gondolom, hogy én kicsit egyetértenék Virágékkal, meg Tamással, hogy kialakult egy ilyen, azt érzem, harc. És hogy igen, lehet, hogy igazad van, Peti, és nem lehet az állammal, vagy a fönti állammal semmit se kezdeni. Viszont én azt gondolom, hogy a társadalommal pedig igen, mert az elég közel áll hozzánk. És hogy ezt sem tesszük, én azt érzem. Tehát bocsánat attól, aki teszi. De hogy nem jellemző, és hogy a... Nem az állammal kell... Nem. Az állam az a megijed a társadalomtól esetleg majd, és azok szavazók egyébként. És én nem akarok ebbe belemenni a politikába, de kicsit azt érzem, hogy mi is felvettük ezt a kesztyűt, és a mi filmjeink is, akár amik a médiában megjelenek, azok jellemzően, ha nem is szenzációhanyászok, de azt mutatják be, hogy ekkora a fertőzés, akkora a fertőzés, és hogy ez lesz és az lesz, és közben azt is tudnunk kell, hogy vannak hepacések, akik átestek ezen az interferon kezelésen, amit esetleg csak úgy említünk meg, mint hogy ez mennyibe kerül, és hogy azok a társadalomhasznos tagjai. Vannak felépülő függők, rengetegen, akik a társadalom tagjai, vannak önsegítő közösségek Magyarországon, ezekről olyan nagyon mi nem nyilvánulunk meg, illetve bocsánat, biztos, hogy vannak esetek, de nem jellemző. És hogy én azt gondolom, hogy ez a folyamat viszont érdekelni a társadalmat, hogy igen, itt van a nyolcba, vagy itt van a híd alatt, és most ezt használja, ő is ilyen volt, és most itt van ahol. Bocsánat. De hogy ez a folyamat valahogy nem látható a társadalomnak, és akkor az van, hogy forgattunk olyan filmeket, mikor ki van homályosítva ugyanúgy, mint a bíróságon, mikor valakit elítélnek, és hogy a rendőrségi hírekben van a kámítószer használó, és bűnöző a társadalom számára. És hogy ezzel, hogy nagyon mi se kezdünk semmit egyébként. Tehát, hogy mondjuk, hogy ez így nem jó, de nem mutatjuk be, azt gondolom, kellő hangsúllyal azt, hogy ebből milyen kimenet lehet. És ugye ez, azt gondolom, ez a mi részünk, pozitívumokról volt szó. Azt gondolom, hogy ez nekünk akár kötelességünk is, hogy a saját munkánkat kell csak bemutatni, hogy ezt végezzük, mert mi ezt végezzük, de hogy a társadalom nagy része azt látja nálunk, hogy mi tűt osztunk, mert valamikor, nem tudom, kicsoda, tudom, hogy kicsit nem akarom a nevét mondani, ezt mondta a kerületbe, és ugye erre van a tűcsere. És nem ismerik a valós munkánkat, és nem ismerik azt, hogy akinek én tűt adtam, azután hova került, mikor esetleg magasabb küszöbbe delegáltam, és hogy most mi van vele. Ezek szerintem a társadalom számára, vagy Magyarország lakosságának döntő többségének láthatatlan történetek. És ugye azt gondolom, hogy erre kéne valamerre elindulni. Én nekem... Én a mi Jánosunk, a Szemjátsz János, az, én azt gondolom, csinálja vele. Nagyon sokat szoktam erről beszélgetni. Nekem van egy ismerősöm, például szóba került a média, meg hogy hova nyilatkozunk, hova nem. Az EHO TV-n van egy műsora, ott is volt egy csomószor a János is akár, és elég sok ember a szakmából már. Mondhatjuk azt, hogy jobboldali tévé, nem tudom, de én azt gondolom, hogy igen, lehet mondani, hogy az RTL Klub, meg a Hír TV, meg az ATV, de ez is politika. Én ahogy látom egyszerű emberként, tehát azt gondolom, hogy amíg az RTL Klubot nem piszkálta meg az állam, addig nem volt semmilyen kontroll az államra az RTL Klub részéről, azóta van. A Hír TV-re ugyanezt gondolom, az Artérában dolgoztam, mikor mondjuk az ATV lejött először forgatni, előtte soha nem jött, akkor is, ott is ilyen politikát éreztem, hogy akkor most valamit jól meg lehet lovagolni, és akkor oda lejöttek, ami biztos lehet, hogy hasznos, csak nem biztos, hogy nekünk ezekbe bele kéne menni. Én azt gondolom, hogy... Tessék? Nem, hát azt gondolom, hogy én nem akarok politizálni, nem is tartozom azt hiszem egyik pártos se, én Magyarországon azt gondolom, hogy nem tudok kire szavazni. Jelen pillanatban én teszem a dolgom. És azt gondolom, hogy nekünk azt kéne valahogy megmutatni, tehát hogy nekünk valahogy semlegesnél kéne maradni, és hogyha nem figyelünk oda kellőképpen, akkor minket áttesznek valamelyik oldalra. Teljesen mindegy, hogy melyikre.
Mert hogy amit te most mondtál, Virág, például, hogy mondták, hogy mert te taszosokkal vagy együtt, nekem az ismerősöm, aki az EU-nál volt, mikor valakivel beszélt, ő azt mondta, hogy az EU-nak nem jó. Tehát ez ugyanaz. És amúgy meg ez egy olyan műsor, ahol egyébként elég számunkra is, vagy velünk egyező nézőpontok hangzanak el különben. Hogyha egy kicsit ugye leválunk a médiáról, én hoztam be, de nagyon fontos, amit mondasz, hogy ugye a társadalommal kell valamilyen módon kapcsolatba jutni. Oké, azt mondjuk, hogy egyrészt van a média, amin keresztül oda lehet jutni. Mi van még? Én azt gondolom a hétköznapok egyébként. Mi Pécset megmondom őszintén, hogy tehát ez az önsegítő közösség, amit emlegettem, nem mondhatom azt hiszem a nevét, vagy nem tudom, hogy mondhatom-e. Nem tudom, hogy vannak ezek a hagyomány. Nem tudom. Ott erre megvan az ember, aki ezt fel tudja vállalni. Ugye? De hogy ott a Pécset például, ott azért az elég nyilvánvaló, hogy van a három reab a környéken, aki ahonnan felépülő függők jönnek ki, és hogy azok ott élnek abban a városban. Itt éltek Budapesten nagyon sokan, Miskolcon, nem tudom, csomó helyre jöttek, és hogy ott telepedtek le. És hogy azt gondolom, hogy ez így úgy ott terjed azért abban a városban. Nem tudom, hogy amúgy még mit lehet. Természetesen. Tehát, hogy Péter, te mit gondolsz még azon kívül, hogy... Nem tudom, engem inkább azt fogott meg, amit mondtál korábban, hogy nem feltétlenül mindig azzal kell foglalkozni, vagy azt felmutatni, hogy fertőzés, veszély, és stb. Mert hogy nem tudom, én is elkezdtem ezen már gondolkodni korábban, hogy biztos, hogy jó-e az a módszer, hogy mi folyton azzal riogatunk, hogy így megugrott a hepatitis C, úgy fogja ezt követni a HIV fertőzöttség, mert hogy lehet, hogy erre tényleg egy logikus válasz az, hogy akkor erre a politika úgy reagál, hogy próbálja ezt a hangot minél erőteljesebben elnyomni. És hogy erre tényleg lehet egy jó módszer az, hogy nem azt felmutatni, hogy mekkora a veszély, vagy nem csak azt mindenképpen egyébként nem lehet megkerülni, de tényleg erre lehet egy jó módszer az, amit mondtál, hogy felmutatni a másik oldalt, és úgy talán jobban lehet hatni a politikusokra is, hogy nem azt bemutatni, hogy amit ők csinálnak, az tökéletesen rossz, hanem hogy tudnánk mi hozzájárulni ehhez az egészhez, hogy ne legyen belőle probléma. Mondani, hogy megmutatni azt, hogy a mi munkánknak milyen értékei vannak. Tehát most, hogy leegyszerűsítsem, vannak különböző demonstrációk mostanában is, az egészségügy, a tanárokkal, nem tudom, és akkor a társadalomnak erre van egy elképzelés, hogy a tanár munkája az mennyire fontos, az egészségügy dolgozói mennyire fontos, és hogy a miénk mennyire fontos, és hogy ezt nem ismerik. Tehát mi ott éjszakázhatunk a Kossuth téren egy évig is, senkit nem fog meghatni, meg körülbelül az van, hogy megvonják a vállukat, ezt nem is tudják, hogy mit csinálunk különben szerintem. És hogy azt gondolom, hogy ezzel lehetne valamit kezdeni. A politikusokkal én nem tudok mit kezdeni, mondom, meg nem is akarok. Társadalommal azt hiszem, igen, mert a társadalomban viszont jelen van a HIV pozitívság is, a szexmunkás is, a drogos is, ha nem drogos, akkor alkoholista. Tehát maga a szenvedélybetegség és a deviáns viselkedés, az jelen van szinte minden családban Magyarországon. Van, ahol nincsenek vele tisztában, van, ahol már megszokták, és rutinná vált, hogy berúg a férj, vagy az apa, vagy a gyerek, nem tudom, és hogy nem foglalkoznak vele. De hogy ez erre szerintem el lehet indulni, hogy van egy ilyen történet, ami ehhez hozzá tud nyúlni, vagy hozzá tud adni. Én ebbe hiszek. A mi kis tűcserénkben nem álmodok nagyot, megmondom őszintén, hogy akármilyen ilyen szűrős projekt van abban, így megpróbálunk részt venni, vagy én megpróbálok. Mert azt gondolom, hogy ezek nagyon hasznosak, egyrészt azért, mert megtudjuk az eredményeket, másrészt azért, hogy én ahogy látom, hogy felkeltjük az érdeklődését a kliensnek saját magával szemben. Például ezáltal 20 perc, ez nagyon jó volt. Tehát, hogy az történt eddig, hogy volt egy motiváció, bejött, leszűrtem, egy hónapot várt az eredményre és kampó. És ők általában az van, nem mondom, hogy mindenki, de jellemzően jön, kérje és megy. És 20 percre megállunk. És akkor jól eldomálunk. És hogy azt gondolom, hogy ez is egy hasznos része a dolognak. És azt gondolom, hogy ebből indulhat el az, hogy ő majd valamikor. Én azt gondolom, hogy az alacsony küszöb ártalomcsökkentésű kezelési helyeken
ezeknek az embereknek, külön értékes emberek, ezt azért mondom, mert ismerem azokat is, akik már kijöttek ebből, meg jó magam is, azt hiszem, hogy ide tartozom. És azt elmondhatom mindenképp, hogy akármilyen állapotban vannak, mindig megvannak azok a szakaszok, amikor ő megfogható, vagy épp nyitott a változásra, és ezt ő általában ő jelzi, csak erre érzékenynek kell lenni. És azt gondolom, hogy ezek akár a szűrés, akár ezek közelebb hoznak minket egymáshoz, és akkor megfoghatók, azt hiszem, talán ezek a pillanatok részünkről, talán az indít. Megvan az a szerencsés helyzetetek, hogy ti még vagytok, léteztek, nem zártak be, mert ugye, hogyha mondjuk bezártak egy tűcserét, akkor már nem tudja ezeket a dolgokat megcsinálni. Tehát, hogy az az alap, hogy mondjuk egyáltalán működjenek ezek a programok valamilyen szinten. Az volt a kérdés, hogy lehet megmutatni, hogy lehet közelebb kerülni a társadalomhoz. Itt a Kati súgott, de hogy teljesen igazad van, az oktatás. Ez informálódás, vagy a terep munka, tehát az, hogy gyakorlati is helyszín is, tehát ez, igen, az is fontos, amit Cike mondott, hogy egy kicsit ilyen homályos, hogy mit csinál mondjuk egy segítő. Mikor én még a Bárcira jártam nagyon régen, volt egy ilyen feladat, mindegy, elmentünk a Keletibe kamerával, és elmondtuk, hogy mi szociális munkás hallgatók vagyunk, és azt szeretnénk megkérdezni, hogy ön szerint mit csinál egy szocmunkás. És a kukát vízbe még súgtunk is, tehát hogy főiskolai hallgatók, és az öltönyös pasitól kezdve a kisköztumos nénikén át mindenki, hogy virágot locsol, leviszi a szemetet Gizi néninek, és a kukát hordja ki be. Például igen, hozzánk jöttek gimnazisták is, de hogy egyrészt tényleg meg kell mutatni, hogy és ez igen, hogy hello, mi ezt csináljuk, és mi ilyen emberek vagyunk, mert azért ezt meg nagyon sokszor megkapjuk, hogy amelyik területen dolgozol, hogy biztos az vagy. Tehát én Svájcban a kurva voltam, itthon drogos kurva, vagy nem tudom. És akkor én, jó, persze, gondolj, amit akarsz, mert mondjuk így egyéni szinten valaki gondol valamit, az ott van a fejébe, tök fölösleges. Szerintem kicsit nagyobba viszont lehet változtatni, és hogy ehhez a klienseinket is meg kell mutatni, hogy amit Pisti, ti csináltatok, ez a videó például, vagy amit mi itt a filmben, hogy itt nem anyagost mutattunk meg hív pozitív meleget, hanem embereket, aki beszél. Veszélyekről. Tehát, hogy ezek ilyen jelzők, de hogy nem ez egy embernek, nem ez határozza őt meg. És hogy így tökre vegyülni is kell szerintem, akivel csak lehet. Aztán, ha nincs meg a közös hang, akkor nem kell erőltetni, de egy kísérletet, vagy egy, ez mindig megér. A HIV pozitivitás ilyen szempontból egy kicsit különbözik a ti problémáitoktól, mert ugye gyakorlatilag a HIV pozitivitáshoz valamennyi stigma kapcsolódik, amiről itt szó van, tehát sokkal szélesebb rétegben kellene elfogadtatni a HIV pozitívokat. Az én tapasztalatom szerint a kis közösségekben elsősorban fiataloknál lehet igazán eredményt elérni. Tehát én az iskolákban például azt egyértelműen látom, hogy amikor én elmondom azt, hogy ezek az emberek egyáltalán nem különböznek senki mástól, hasznos tagjai a társadalomnak, mert dolgoznak, mert adót fizetnek, mert alkalmasint családjuk van, tehát gyakorlatilag ugyanúgy élnek, mint ők vagy a szüleik, tehát semmi probléma nem lehet, akkor azt a fiatalok megértik, és azt talán viszik majd tovább. Arra a kérdésre például, hogy mit csinálnál, ha kiderülne osztálytársadról, családtagról, tanárodról, hogy HIV pozitív. Nagyon-nagyon kellemes tapasztalataim vannak, mert mindig kijön az, hogy akit korábban utáltam, hát azt ezután sem fogom szeretni. Legfeljebb egy kicsit elnézőbb leszek iránta, de akit szerettem, nyilvánvalóan nem fogom ezen túl majd utálni, csak azért, mert HIV pozitív lett. Tehát ha a fiataloknál elkezdjük, és itt visszajön az oktatás, ugye,
ha a fiataloknál elkezdjük megváltoztatni ezt a szemléletet, akkor szerintem van arra remény, hogy előbb-utóbb a társadalmi szemlélet is megváltozik. Hát az iskolában való bejutás, az ugye megint csak egy kérdés. Az iskolán kívül kell. Meg mi az oktatáshoz? De ugye az iskolán előtt kell állnia. Meg hogy legyen ez egy integrált oktatásnak a megközelítése egyáltalán. Most volt éppen, nem tudom, egy cikkben, hogy alapítványiskola, ahol integráltan tanítják a gyerekeket, volt egy autista kislány, és hogy csináltak egy nyílt napot, és akkor az apuka, aki ezt nézte, mondta, hogy eddig mindig úgy tekintett az integrált oktatás, hogy ez milyen veszélyes dolog, hogy a gyerekemet összevegyítem, ott ilyen fogyatékos, meg nem tudom. És hogy most ezt így végignéztem, és most már úgy gondolom, hogy milyen sokat veszít a gyerekem azzal, hogy nincs integrált osztályba, és egy csomó élménytől fogom ezzel megfosztani. Mert hogy ezzel nagyon sokat tanul a gyerek azzal, hogy más képességű, vagy valamilyen csoporthoz tartozó gyerekkel van egy osztályban, és ez az, ami szerintem az egyik rákfenéje a magyar oktatásnak. Ez így van, ezt nem tudjuk megváltoztatni. Tehát, hogy szerintem, tehát, hogy így igen, tök jó lenne, ha integrált oktatás lenne, meg nem kis kockákra vagdosás, meg választhatsz, hogy erkölcstan, vagy nem tudom, hittam, vagy mi a másik, de hogy amíg ez nem változik, tehát addig is a fiatalokra, tehát nőnek föl emberek, vagy lesznek fertőzöttek, és hogy ezért kell szerintem kicsiben is, amit, tehát hogy akár stratégia mentén, mert igen, így Hübele Balázs mondja, nem biztos, hogy jó, de hogy amíg várjuk, hogy változás történjen, addig is kell tennünk valamit, ami a mi hatáskörünkbe, vagy képességünkbe, vagy erőforrásunkba így belefér. Aztán a himnuszt is meg kell változtatni. Az elején is, amit a Macson, aki felszólalt azzal kapcsolatban, a délelőtt felszólalt, hogy oké, de hogy itt van ez az egész kutatás, itt van, csinálunk egy csomó számot, statisztikát, de hogy mi fog ettől változni. És én akkor is azt mondtam, hogy most is azt mondom, hogy szerintem azért az is nagyon fontos, hogy a civilek ne várjanak túl sokat maguktól. Nem a mi kezünkben van igazából. Tehát vannak olyan dolgok, amiket mi nem tudunk megváltoztatni. És nem jó, hogyha egy ilyen folyamatos bűntudata van a civileknek, hogy mi nem csinálunk már megint rosszul valamit. Nem. Igen, van egy csomó dolog, amit a civilek nem csinálnak jól, de azért azt gondolom, hogy az, hogy ennyire rossz a szociális ellátás helyzete, az egészségügyi ellátás helyzete, az oktatás Magyarországon, az egy állami feladat, és hogyha ezt elfogadjuk, meg elismerjük, akkor egy csomó felesleges frusztrációtól megszabadulunk attól, hogy ami azt termeli a civilekben, hogy biztos velünk van a probléma, mi nem csinálunk valamit, és akkor mindig alkalmazkodni kell a kormánynak, hogy hát, hogyha lehet, hogyha egy picit mondjuk ezt nem mondjuk ezt a szót, vagy nem így kommunikálunk, hanem kicsit barátság, jobban mosolygunk, akkor majd esetleg a kormány ma jobban szóba áll velünk. Nem, én azt gondolom, hogy egyszerűen el kell fogadni azt, hogy vannak olyan feladatok, ami az államnak a feladata lenne Magyarországon. Az állam ezt elmulasztja elvégezni ezeket a feladatait. A civilek azok azt tudják mondani, hogy el tudják mondani a társadalomnak, hogy igen, itt egy hatalmas állami mulasztás van. Abban nagyon egyetértek, hogy be lehetne mutatni azt, hogy jobban be lehetne mutatni azt, hogy milyen hasznos munkát végeznek a civilek, azon keresztül is, hogy személyes élettörténetek hogyan változnak, és arcot adni annak, hogy milyen sikere, nem csak statisztikák vannak, hanem konkrét életek, emberi életek, amiket meg lehet menteni, ezt jobban be lehet mutatni. Abban mondjuk kevésbé vagyok optimista, hogy ez majd a politikusokat meghatja, vagy érzelmileg a társadalmat lehet igen ezzel alakítani, és hosszú távon ezzel meg lehet változtatni a politikát is. De azért mondom, én azt gondolom, hogy nem a mi kezünkben van ezzel minden. Ezzel egyetértek, de hogy azon túl, hogy ezt mondjuk, azon túl, tehát hogy én a hivatásomat csinálom, akkor én már csak emiatt a drive miatt se tudok az, hogy hülye politikusok, mindenki kapja be, nem, tehát hogy én politikusok nem nagyon hiszek, mert hogy meg nem, tehát én már tök más szinten vagyunk, és egyetértek, hogy igen, nagyon pökhendi hülye majmok, de és nem csinálják a dolgukat, de ettől én még csinálom, tehát hogy csinálom azt, amit meg tudok tenni, mert ha azt csak annyit csak, hogy ülök és mondom, hogy hülye szarok vagytok, attól én is az leszek, mert nem csak ugyanúgy semmi. Ebben teljesen egyetértek. Én egyáltalán nem mondom azt, hogy a politika az úgy, ahogy van, az egy hülyeség. Egyébként nagyon fontos szerintem, hogy megkülönböztessük mondjuk a pártpolitika világát, meg a közpolitika világát, mert igenis, ha azt mondod, hogy
több pénz kellene mondjuk az ártalomcsökkentésnek, az egy politikai kijelentés, az egy politikai igény, az egy közpolitika. Hogyha ebbe már belementél, akkor igen, ez egy politikai döntésnek az eredménye. Ettől te még nem leszel pártpolitikus. És egyébként szerintem az egyik probléma Magyarországon éppen azzal van, hogy az emberek, a politika ennyire a hitelét vesztette a politika. Az emberek egyszerűen már úgy tekintenek a politikára, mint szitokszóra. És természetesen ez a pártpolitikusoknak a hibája valahol, meg annyi, hogy elképesztően korrupt az egész rendszer. De ettől függetlenül akkor változást addig szerintem nem lehet elérni, amíg a politikának is visszaszerezzük a maga hitelességét, és elfogadjuk azt, hogy vannak problémák, amiket csak a politikai térben lehet megoldani. Nekünk, mint politikai állatoknak, mint polgároknak kellene fellépnünk azért, hogy ezek a dolgok változzanak. És ebből a szempontból nem tudom értelmezni a civil és a politika között ilyen óriási hermetikus megkülönböztetést, mert civil szervezetek is belépnek igenis a közpolitikai mezőbe, ettől még nem lesznek pártok, és nem kell ettől félni, hogy politikai... A szó jelentését, vagy van annak az értelmezését a fejekben helyre rakni, nyilván ez legalább igen. Annyira fontos feladat. És ez a borzasztó apátia... Hogy a politika az egy teljesen rajtunk kívülálló dolog, ami elrontja az életünket, hanem hogy ezt mi is alakíthatjuk, ezt már aztán nagyon elfelejtett a magyar társadalom mostanság. Igen, meg még amilyen a virág, még csak a virágra reagálva, hogy én se gondolom magamról azt, hogy ne lenni, vagy amit én csináltam a TASZ-ban jó pár évig, az ne lett volna, ne akartunk volna együttműködni politikusokkal, hát, meg amit a ernyőszervezetekkel csináltunk, tehát igazából meg se tudom számolni, hogy hány levelet küldtünk a kormánynak, hányszor kértük azt, hogy üljünk le beszélni, tárgyalni, már nem is tudom hány éve van az, hogy Balogh miniszter... Nem is tudom, hány éve van egy olyan ígérete a miniszternek, hogy leül velünk beszélni, és soha nem ült le velük. Tehát, hogy ezek azért lehet, hogy nem látszanak a háttérben, de rengeteg folyamatos kísérletek vannak a civil oldalról, megkeresések, együttműködési felajánlások, és ezekre folyamatosan jönnek a vissza, vagy tehát semmi nem jön vissza gyakorlatilag. Eddig tart, igen, zárszó jön, illetve még egy pillanatra rátok is nézek, hogy bárkinek bármilyen hozzáfűzni valója, nyilván nem annyira kérdése, de bármelyik részéhez, hogyha van valami kiegészíteni valótok, vagy saját tapasztalat, akkor nyilván azt is szívesen vesszük ezek mindenhova. Ha meg nincs, akkor te zárod be, Virág? Nem tudom. Te vagy a zárszó? Én nem. A zárszó biztos. Nem. Most egy kicsit nyitott szemmel aludtam, jó? Elnézést kérek. Nem, mert azon is gondolkoztam, hogy amit a Petya mondott egy kicsit. Igen, hogy több szinten kell ám itt beavatkozni, hogy igenis csinál egy fecske is nyarat, én ebben hiszek, sajnálom. És persze van a másik szintje, csak lehet, hogy ahhoz más tudás kell, más, akkor át kell kattintani. De az együttműködés nélkül akkor sem megy ez az egész. Valóban nem lehet mindenkivel együttműködni, és mondjuk így behajolni, azt meg semmi, azt én nem együttműködésnek hívom, hogy a... Igen, én nagyon mérges voltam, amikor én megtudtam, hogy nem lehet leírni a beszámolóba, mi ez a tűdeposba, hogy tű, de én ezt akkor tudtam meg, amikor valamit kellett, én azt írtam, hogy írta nagyon hülye nevet. Igen, én nem azt írtam, én steril életmentő steril eszköz, meg életet mentett steril eszközt írtam. Ez azért megviseli az embert, azt gondolom. De hogy én elkezdtem ilyen viccesen így fogalmazni ezt az egészet, mert hogy, és az volt a nullpont, hogy visszaadjuk a fecsit, mert hogy kenjétek a hajatokra, és akkor itt jött a mérlegelés, hogy akkor nem tudom, miből tudunk adni fecsit. Úgyhogy ez megalkuvás volt, azóta se dolgoztam föl. De mondjuk a kabos pályázatot meg úgy nyertük meg, hogy három jogszabályi hivatkozásos levelet írtam, hogy bocsi, miért akarod visszautasítani. Tehát, hogy hülyeségek miatt visszautasították a pályázatunkat, és ezt úgy nem hagytuk annyiban. És hogy ezek ilyen harcok, ami lehet, hogy csak engem szórakoztat, a törvényszék is majdnem kártérítési perbe áldozatául esett, de az most nem fér bele. És ez most nem a zárszó volt, hanem zárszó, mindenkinek... Nem csak a kerekasztal zárszóval, tudom, hanem ugye magának a projektnek a zárszóval.
az egyre jobbakat mondasz. Jó, szerintem ezt én most így a projekt zárt szavát tényleg elengedni, mert hogy én nagyon fáradt vagyok, és a kerekasztal előtt éreztem azt, hogy na, én most fogok az asztal alá befeküdni, úgyhogy szerintem a Maxot hoztam ki. Tök jó, hogy ilyen sokan maradtatok szerintem, vagy nekem jó, remélem nektek is, és hogy én szeretném, hogyha ezek ilyen élő, meg még inkább élettel teli ilyen együttműködések lennének. Forever together. Köszönöm szépen. Hát akkor köszönjük szépen.